Cső, van Brenor vagyok. Ma ismét a Realcraft lesz a téma. Holnap egyébként, ha minden igaz, holnap kerül fel a privát szerveres videónak az első része, amolyan félig rejtett kamerás felvételként, ezt majd meglátjátok holnap. Elég sok videóanyag gyűlt össze, csak össze kéne vagdosni a lényegesebb, értelmesebb részeket, és akkor már mehetne is fel. Viszont előtte egy kis tutoriál. Nézzük, hogy a dekorációs blokkok után a Realcraftot mivel lehet érdemes elkezdeni, sőt, mivel kell elkezdeni, ha az embernek van egy kis esze. Először is, ez annyira a játék legelején, végül is nem fontos, inkább később, amikor már nagyon sok felesleges itemet gyártunk, ez nem más, mint a Void Chest, ilyen szép. Ennek a lecraftolása az igen egyszerűen működik. 8 darab obszidiánt egy ilyen kör alakba beledobunk, középre egy enderpölt, és kész is van. Nos, a Void Chest az pofon egyszerűen arra jó, van egy rakat fölösleges cuccom, és ezektől szeretnék nagyon sürgősen megszabadulni. Ugye ez például Essential-be egy... is volt a neve? Valami D betűs táblával lehetett, aminek most úgy nem jut eszembe a neve. Disposal? Disposal tábla, az! Abba lehetett belepakolni, meg vannak ugye a Void Pipe-ok, azok is eltüntetik. A Void Chest is tökéletesen így működik. Fogjuk, belerakjuk a cuccot, és itt szépen egyesével eltűnik, mint szürke szamára ködben, és innentől nincs vele problémánk. Mondjuk azért elég lassan dolgozik, stackenként is eltüntethetni. Szóval így nagyjából ennyit tud ez a csodálatos kis Void Chest. És akkor nézzük a viccesebb dolgokat. Első körben ez egy World Anchor. Na, azt mondj mindjárt azt, hogy működik, meg minek van ez. Először is craftolás. 4 darab arany rúdra lesz szükségünk, 2 obszidiánra, középre egy enderpearlre, és 2 darab diamondra. Érdekes, hogy a World Anchor az többet tud, mint a Personal Anchor, és a Personal Anchor a drágább, de ezt inkább hagyjuk. Szóval így van egy World Anchorunk, ami ugye írja, hogy az enderpearlök hány órára elegek. Na már most, a World Anchornak gyakorlatilag az a feladata, hogy egy 3x3-as chunkot betöltve tart. Ezt mindjárt meg is mutatom, csak át kell hozzáállítani, hogy lássátok is a chunkokat. Á, itt van. Na szóval, láthatjátok, hogy ezeket a rovátkás valamiket, most éppen ennek a chunknak a közepe táján állok, valahogy így. És hogyha megnézitek, minden irányba, hogyha mennénk még egy chunkot, plusz ugye itt a sarka is, ez így egy 3x3 chunkos terület, és ugye a középső chunkon van az anchorunk. Így ezt a 3x3 chunkos területet fogja betölteni minden esetben mind a három anchor. Csak mind a három az különböző féleképpen. A World Anchor, amíg fut a szerver, teljesen mindegy, hogy a tulajdonosa az fönn van-e a szerveren vagy nem, ő betöltve tartja a chunkot. Egészen addig, amíg van elég enderpearl benne, amikor így piros a teteje, akkor nem működik. Beleteszünk egy enderpearl-t, abban a pillanatban el is tűnik, és itt 12 órára felugrik a számláló. Ezt ugye konfigba lehet állítani, alap esetben egy darab enderpearl az 12 órára lesz elég, addig így szépen zöld, és amikor bepirosodik, akkor kifogyott belőle, de ugye egy komplett stack enderpearl belefér, az 8 nap. Tehát 8 napra eleget tudunk így belevarázsolni egyszerre, tehát nem kell sűrűn tölteni. A másik verziója ennek ugye a Personal Anchor, ez tökéletesen ugyanaz a recept, mint a Word-nél, annyi különbséggel, hogy a World Anchorhoz itt diák kellenek, ehhez pedig emeráldok. Ezért mondtam, hogy drágább, ugye emeráldot az csak magas hegyek alatt, hegyekben lehet találni. De innentől kezdve tökéletesen ugyanúgy működik, szinte. Ugyanis a Personal Anchor az nem akkor működik, amíg fut a szerver, hanem akkor működik, amikor az az ember fönt van a szerveren, aki letette. Tehát, ezt most nem tudom annyira bemutatni, ugye most feltöltöttem 12 órára, és miért nem kapcsolsz be, drága barátom, azért már itt van ez. Ez így érdekes. Ah, igen, működik. Szóval,
Amíg én fönn vagyok a szerveren, addig ez működne, viszont abban a pillanatban, ahogy én lecsatlakozok a szerverről, persze egy kis delay-el hagy egy kis időt, amíg hát ha visszajövök és csak kifagytam, stb. 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 Ez nem tudom, hogy pontosan mennyi idő. Talán 2-3 perc után állódolja a chunkot, amit egyébként betöltve tartott. És így, ja, körülbelül ennyi. Egyébként így mellesleg, ezt már crafting recept nélkül, van egy admin ancsor nevű eszköz. Ennek gyakorlatilag ez egy Word ancsor, annyi különbsége, hogy ebbe nem kell rakni semmit. Ez ugye ilyen admin eszköz, tehát hogy mindig be legyen töltve. Mondjuk a spannón lévő komputereknek nem árt, hogyha mindig be vannak töltve, mert hogyha állódolja a csánkot, akkor kikapcsolva szeretnek lenni a komputerek onnantól, úgyhogy az annyira nem mókás. Ja, és hát nem kapcsolnak vissza. Na, ezekről így nagyjából annyit, hogy ez a chunk kibetöltögetés, ez egy picit bugos, és azt hiszem csak az admin ancsor működik normálisan. A másik kettő az elég érdekesen szereti betöltve tartani a chunkot, úgyhogy ajánlott szervereken inkább a chunk loadert használni, hogyha elég erős hozzá a szervergép. Na, és akkor nézzük, hogy mivel tudunk eszközöket csinálni, elkezdeni. 6-os FPS, szép. Szóval nézzük meg, hogy mivel tudunk eszközöket, stb. Csinálni, így, amikor elkezdjük a játékot. Először is kell nekünk egy kókóven. Kókóven brikkekből tudunk összerakni, aminek az előállítása pedig 1, 2, 3, 4, 5 darab szent és 4 darab sima brick. Ilyen csodálatos formában, és így kapunk egy ilyen kókóven bricket. Ugye itt írja is, hogy multiblokkos, 3x3x3-as kell, és holó, azaz a közepe üres. Ez azt jelenti, hogy fogunk egy ilyen kókóven bricket, csinálunk egy 3x3-as alapot. Így. Ezután egy ugyanolyan 3x3-as terület kell nekünk a középső részére, csak a középső blokkot kihagyjuk, majd a tetején megint ilyen telített. Oda a középső blokkra nem kell raknunk semmit, elég üresen hagyni. És így látjátok, hogy átalakul minden oldalán itt a teljesen középső blokk, ilyen kis mutató valamivel. Innentől a kókóven brickbe tudunk rakni elvileg... Csárkolt nem. Igen, woodot tudunk rakni, és ebből fog nekünk készíteni ilyen csárkolt, amit most annyira nem vált, de megmutatom ezt is. Vagy, ha szenet rakunk bele, akkor ilyen koalkókot fogunk kapni, ami sokkal tovább ég, mint a szén, és mind a két esetben termelődik ebbe a tartály részébe kreozit olaj. A 64 ezer... millibucketnyi ilyen olajat képes eltárolni, ami 64 bucket, ha minden igaz. Tehát 64 vödör. Nézzünk is egy vedret. Veder, hol a veder? Itt van. Vedret fölülre betesszük, és van kreozit bucketunk. Ugye visszatölteni már nem tudjuk, hiába szeretnénk, ezt utána majd egy tartályba el tudjuk tárolni, majd ezt is megmutatom, hogy ezt a tartályt, ezt hogy lehet megoldani. Egyébként automatizálni is lehet különféle pipe-okkal a folyadék kiszívást, az item kiszívást belőle, majd erről is lesz a későbbiek folyamán szó. És ugye milyen dizájnosan és égősen van itt. Na, szóval ennyit a kókóvenünkről. Ha csak még nem annyit, hogy receptek. Ugye látjátok, hogy itt különféle dolgokkal lehet kitölteni belőle, ez igazából nem is szeretnék szót pocsékolni belőle. Koalkóknak az előállítása az 0,5 millibakit per koalkók, tehát egy elkészül, akkor fél vödörnyi ilyen kreozit olajat fogunk kapni, ami egyébként egy éghető anyag. Valamint, igen, ezt akartam mondani az előbb, hogy ugye egy szén az 4000 EU-t képes előállítani 10 EU per tikkel. A koalkók is 10 EU per tikket állít elő, viszont a szénnel ellentétben ez 16000 EU, tehát négyszer addig bírja, mint egy szén. És ugye az oakwoodból lesz nekünk itt faszén, különböző woodok,
Woodok, még woodok, még woodok, tehát elég sokféle, egy kompatibilis mindenféle dologgal, még a forclonggal is. Hoppá, 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 ez itt mi? Cukorból, cukorcsákol. Érdekes, mondjuk 1 KU-tad, de kaktuscsákol is van szintén 1 KU-ért. Ez megint a cukor, ez megint a cukor. Mi van? Ó! Cukorcsárkort, amit előállítottunk, abból tudunk cukorkókot is csinálni, mint ahogy a koákok. Na, ez nekem is új. És ez már 2 KU-tat, csak vissza kell rakni ugye ebbe a kókóvembe. És kaktuszkókunk is van. Na, ez vicces, ezt majd szerintem én még próbálgatni fogom. Ebből csinálunk valami faink is rendszert. Természetesen be is lesz mutatva. Na, következő delikvensünk az egy Blast Furnace. Erre azért lesz szükségünk, hogy steel eszközöket tudjunk előállítani, meg úgy unblock steelt, valamint nagyon sok steel páncélt eszközt lehet találni a dungeonökben, és inkább van szükségünk magára a steelre különböző craftolásokhoz, mint ezekre az eszközökre, mivel hát ugye egy ilyen railcraft mellett azért ott van a tinker is, általában egy modpackba, ugye ez is egy állítsd modpackba mutatom be ezeket a dolgokat. Szóval a steel cuccokra annyira nincs szükségünk, de a steelre viszont nagyon is. Na, nézzük is, hogy ezt a Blast Furnace-t hogy lehet előállítani. 4 sarokba kell nekünk Soul Sand, valamint maradék helyekre Nether Brick, úgy, hogy a közepére egy magma krém kerüljön, amit ugye elég nehéz találni, ezért le is craftolhatjátok egy Blaze Powderből és egy Slime Ballból, vagy a kék színű Slime Ballból. Ezt ugye, hogyha már a legfrissebb állítsdet használjátok például, akkor ilyen szigeteken lesznek a slime-ok, nem spannol oda mindenhova, mert a régebbieken mi speciál letiltottuk a szerveren a spannolását, mert annyira tele volt velük minden, viszont hogyha már ilyen kis lebegő szigeteken spannolnak a slime-ok, akkor tök vicces. Na, másik lehetőség, hogy van ilyen Infernal Brick, ezt ugye mutattam már a Railcraft-ba, hogy lehet előállítani. Ebből csak 4 darab fog kelleni, plusz a magma krém középre. Mind a két esetben ilyen 4 darab Blast Furnace bricket kapunk. És ez is írja, hogy multiblokkos, 3x4x3-as, közepe, lyukas, azaz holó. Nézzük is, hogy tudjuk előállítani. Ugye ennek itt alul lesz majd ez a kis égetés mutató helyszíne. Előállítása hasonlóan kezdődik a kókóvenhez, egy 3x3-as területet beépítünk. Egy blokk vastagon, majd ugye egy középső likas területtel így, még egy ugyanilyen szintet rá kell nyomnunk, és a tetejét pedig teljesen befedjük. Közhiedelmekkel ellentétben ide középre nem kell lávát tennünk, mert ő belerakja, ahogy láthatjátok. És ott is van. És hogyha belenézünk, azt láthatjuk, hogy olyan, mint egy sima kemence, különbség annyi, mondjuk próbáljuk a szenet beletenni, nem nyert. Ezért vagy teszünk bele faszenet, vagy, ami még jobb, teszünk bele kolkókot, ami sokkal tovább ég, ugyanis a steelnek az előállítása nagyon időigényes, és még a koákókból is sokat fog fogyasztani. Lássuk is, hogy tudunk steelt csinálni. Hát egyrészt az egyik megoldás, hogy fogunk vasat, és belerakjuk, elkezdi nyomni. A másik lehetőség, hogy fogunk steel eszközöket, amit mondjuk a bányába találtunk, például egy steel bootsot, vagy egy steel pickaxot, és beledobjuk. És ezt is ugyanúgy elkezdi csinálni, ugyanúgy a bootsnál, és mindegyiknek különböző mennyiségeket kapunk, ugye iron plate-et is tudunk használni, akkor egy steel eyednotot kapunk, iron eyednotból ugye szintén egyet. Ugye egy sisakhoz Iront is tovább lehet égetni. Egy sisakhoz ugye 5 vasat használunk, tehát 5 steel eyednot lesz belőle, stb. 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 Azt akarom még megnézni, mi van, hogy elvileg steelet is lehet. Ó, még crowbarból is. Majd erre is szükségünk lesz egyébként nagyon sokkal a linkeléshez, így railcrafton belül. Steel helmetből csak 4 steel eyednot lesz. Az úgy humoros. Az úgy igen humoros, így lecsalnak egyet belőle. Mink is van még itt. Ó, Iron Blockból tudunk csinálni ugye Block of Steel-t. Az se egy rossz dolog.
Itt nuggeteket is elő tudunk állítani ilyen iron tankokból. Jézusom, ki az a hülye, aki Commercial Steam Engine-ből fog csinálni Steel Ignot-ot? Nagyjából szerintem ennyi, ami így fontos. Igen. Ó, másik fontos, alumínium. Ugye alumínium desztet előállítunk, ezt csak Blast Furnace-be tudjuk kiégetni, és úgy kaphatunk alumínium ignotot. Na, és akkor tényleg ennyit ezekről a receptekről. Innentől kezdve, hogyha van már steelünk, bármilyen eszközt elő tudunk állítani, amit egyébként vasból is elő tudnánk állítani. Különbség annyi, hogy a steel a sokkal tartósabb lesz. Talán kétszer annyi ideig bírja, mint a vas eszközök, ereje pedig, ha minden igaz, ugyanannyi, tehát nem erősebb, csak tartósabb. Na, a végére maradt még egy aprócska kis dolog, ez pedig nem más, mint az előző részben bemutatott rolling machine. Most a használata nem fog szóba kerülni, az majd egy későbbi videóban, hogy miket tudunk vele csinálni, valamint az energiaellátás az valószínűleg a következő videóra marad. Maga a rolling machine előállítása nem máshogy történik, mint hogy fogunk 4 darab iron ignotot, sima pisztonokat, nem sticky pisztonokat, és középre egy crafting table kész is a rolling machine-unk. Ez ezután ME-vel fog működni, ami azt jelenti, hogy engine-ekkel kell meghajtanunk, és sok-sok-sok nagyon fontos dolgot fogunk tudni vele csinálni majd. Na, nagyjából ennyit erről. És akkor a következő részben beleugrunk, hogy a rolling machine-t pontosan milyen railcraftos eszközökkel is tudjuk meghajtani. Persze nagyon sok mást is fogunk tudni majd használni, ugye nem csak a railcraftban vannak engine-ek, de ugye ha már a railcraft bemutatónál tartunk, akkor csak ezeket fogom most bemutatni. Valamint azt is meg fogjátok látni, hogy hogy lehet tartályt csinálni, amiben ezt a kreozitolajat fogjuk tudni eltárolni. Például ezer másik féle folyadék mellett, vagy akár Steam-et is tudunk majd benne tárolni. Steamről is majd a következő részben lesz szó, mert hogy a Steam-et azt az engine-eknél fogjuk tudni felhasználni. Na, ennyit mára, és akkor holnap Babylon Craft Team szerver, ilyen bemutató rész, valami hasonló, az első fellépés a mapra hasonló finomságok, és akkor utána való nap pedig elvileg, akkor jön a következő Railcraftos tutoriál rész. Ennyit mára. Csí van!